Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Egy jelentős projektünk, amelyik 2014. április 15-én kezdődött, és a mai nap a befejezéséhez jutott Majosháza ivóvíz minőségjavító projektjének a záró ünnepségén. Majosháza község egy ivóvíz minőségjavító projekt végére ért. Az ivóvízminőség javítás megvalósítása érdekében a település pályázott, így Majosháza ivóvízminőség javító projekt című KEOP 1.3.0-as projekt EU-s támogatás keretében valósult meg. A mindössze 1500 lelket számláló falu polgármestere Kis Gábor megmutatta stábunknak a település határában elhelyezkedő, a projektnek köszönhetően megújult víztározó telephelyét. Egy jelentős ponton állunk most itt Majosházán a vízmű mellett, ahol találkozik a múlt és a jelen. A szigorú EU-s előírások miatt egy ivóvízvételi helyet kellett kialakítanunk. Ez volt az a kút, ami egészen a mostanáig megfelelő minőségű arzénmentes ivóvizet szolgáltatott a falunak, tehát ivóvízért ide kellett eljönni, innen tudott mindenki magának egészséges ivóvizet vinni. Az új Széchenyi tervnek köszönhetően a Majosháza ivóvíz minőségjavító projekt keretében több mint 200 millió forintért létesült az a beruházás, aminek most az átadási ünnepségén vagyunk, és itt a szomszédos táblán lehet látni, hogy a projekt az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásával valósul meg. Rung József, a telep vezetője elmondta, hogy hogyan működik Majosháza vízkezelése. A telepre a külső kútról, illetve a telepen lévő két kútról közösített vezetéken érkezik a víz a magába a vízkezelőműbe. A vízkezelőmű, amit itt láthatunk, az 18 km per óra teljesítményű, maximum 27 km per órát képes vizet kezelni. Ezt vegyszeresen kezeljük, szűrjük, majd juttatjuk a felszíni tározókba, illetve a magas tározóba. A kezelt szűrők utána visszamaradt vizet, dekantált vizet, szennyvíz nyomócsövön keresztül, átemelőn keresztül juttatjuk a telepre. Az egész folyamat irányítását végzi az itt mellettünk látható elektromos szekrénybe elhelyezett PLC rendszer. A PLC a különböző folyamat irányítási egységeknek a jeleit veszi, dolgozza föl, elvégzi a szükséges beavatkozásokat, illetve a diszpecser központban elhelyezett számítógép felé továbbítja a jeleket, ahol az ott lévő diszpecser a szükséges beavatkozásokat hibaüzenetek hatására elvégzi, illetve a kontrollt el tudja végezni. A magán, a műszer egységen a külső kutaknak a vízszintjét, vízhozamát, energiafogyasztását mérjük. Mérjük a telepen lévő műtárgyakon a vízszinteket, mind a víztoronyban, mind a magastározónál, illetve a dekantált vizeket továbbító szennyvíz átemelőnek az jele is, kimenő víz mennyisége a dekantált vízben lévő vízszinteknek a jelzése ide fut be. Ezen kívül rögzítjük a szűrő éppen állapotokat, mely szelepek vannak nyitva, mi az, ami zárva vannak. Különböző üzemmódokat lehet beállítani, havária üzemmódtól, normál, hagyományos szűrőkön keresztül, toronnyal való működése, torony nélküli működések minden lehetőségét próbáltuk a rendszerbe beépíteni. Mindezeknek a jelzéseit az itt mögöttem, mellettem lévő PLC rögzítés továbbítja. Ez a berendezés mekkora lélekszámot tud kiszolgálni? Maga a vízkezelő egység az 18 köbméter óra, 20 órás üzembe 360 köbmétert tisztít meg. Jelen pillanatban Majosházán a legnagyobb csúcsfogyasztások az utóbbi 5 évben 260 köbmétert értek el. Ezáltal a tervek úgy készültek, hogy Majosházának az elkövetkező 25 évben a vízmennyisége, szükséges vízszükségletet ki tudja biztos adni ez a rendszer, illetve ugye a térségi üzemeltetésből adódóan megvan a lehetősége, hogy a környező települési rendszerek összekapcsolásával bizonyos paraméterek teljesítése esetén havária helyzetekben, a társközségekbe lehessen vízszolgáltatásokat biztosítani. Ez a rendszer jelen pillanatban Majosházának a vízigényét mintegy 50-60%-kal hagyja meg. Felmerül a kérdés, hogy eddig milyen minőségű volt az ivóvíz a településen.
A Ráckevei-Dunág mellett Majosháza 16 kilométerre Budapest határától, Budapest vízbázisán helyezkedik el, amelyet nagyon-nagyon kell védenünk, hiszen Budapest erről a területről kapja az ivóvizét. A majosházi vízmű, ivóvízmű rendszer viszonylag későn épült meg, korábban helyi vízellátó berendezésekkel biztosították az ivóvizet, ezek felszíni vizek jelentős nitrát tartalommal. Ez a nitrát nagyon-nagyon veszélyes, a gyerekeket sem szabad fürdetni, és ezért mindenféleképpen fontos volt az egészséges ivóvíz hálózatot megépíteni, amelyik a 80-as, 90-es években meg is épült. Két kúttal rendelkezünk, egy alacsonyabb tartménységű kúttal rendelkeztünk korábban, és egy mélyebb kúttal. Most minél mélyebb a kút, annál magasabb az arzén tartalma. A korábbi előírásoknak megfeleltek ezek a kutak, azonban az EU belépésünk óta, miután az arzén megengedett mennyisége jelentősen lecsökkent az EU előírások miatt, így szükségessé vált valamit tenni. Magyarul a korábban megfelelt, de most már magas arzént csökkenteni kellett, és az arzén mellett egyéb vas, mangán tartalmat is ki kellett a vízből választanunk, azért, hogy az állampolgárok, a lakosság egészséges ivóvizet kapjon. Hála a szakembereknek, hála a segítőinknek. Számos olyan jelentős apróságot, idézőjelben apróságot, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, sikerült ebbe a projektbe felmutatnunk, és pályázni rá, és pályázati támogatást szerezni. Többek között fúrtunk egy harmadik kutat. Ennek a harmadik kútnak a vízhozama olyan, hogy unokáink, dédunokáink is élvezhetik majd ennek az előnyét. Ez nagyon fontos, hogy most mi erőre gondolkozzunk, és azok a törvények, azok az előírások, amik a nagyanyánk idejében működtek, megfelelően azok már nem biztos, hogy a mi időnkben megengedettek, megfelelőek, illetve környezetvédelmi és egyéb feladataink vannak, hiszen a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptuk a természetet, és ugye meg kell őriznünk, és át kell adnunk a gyerekeinknek és az unokáinknak. Nagyon jól tudjuk, hogy a világ számos részén vízhiányban küszködnek. Mi szerencsések vagyunk ebből a szempontból, hogy Közép-Európa egy jelentős vízbázissal rendelkezik, nem csak az ivóvizeink, a folyóvizeink, hanem a termálvizeink is világszerte jelentősek. Ennek egy kis ékszere, egy kis csipeteit Majosháza, ez a beruházás, amit most itt láthatunk, és reméljük, hogy az emberek megfelelően fogják ezt fogadni és élvezni, fogják ennek az előnyét. Ami nem egy egyszerű dolog, hiszen idáig vasban és egyéb anyagokban ízesített, idézőjelben mondom, hogy ízesített ivóvízhez jutottak, és ugye most azt fogják tapasztalni, hogy egy semleges, még inkább a desztillált vízhez hasonló, jó minőségű vízhez jutnak majd. És keresik ugye azokat az ízeket, amit a gyerekkorunkból, a Norton kútból, a pumpálós kútból mi az emlékezetünkben tartunk még. Hát ez hála Istennek, hogy helyre került. Jó minőségű EU előírásoknak megfelelő ivóvizet tud a víziközművünk szolgáltatni, amire ugye vigyáznunk kell, és hát remélhetőleg hosszú időn keresztül tudja a települést szolgálni. Nyilván a kezdeti nehézségeket azt együttesen meg kell oldanunk, tájékoztatnunk kell a lakosságot, többek között a mai rendezvény is ezt a célt szolgálja, és mindenképpen van néhány nagyon fontos dolog, amire szeretnénk a lakosok figyelmét felhívni. Az első ilyen dolog, hogy hallani a médiában, hogy igyunk minél több csapvizet, hiszen a csapvízre vonatkozó egészségügyi előírások, szabványok sokkal szigorúbbak, például a nagy bevásárló központokban kapható palackos, PET-palackos ásványvizekéhez képest. Nem beszélve arról, hogyha megiszunk egy palack ásványvizet, utána keletkezik a hulladék, aminek a feldolgozása szintén most van folyamatban, hogy ne szemétként, hanem újra hasznosítható hulladékként tudjunk a milliós nagyságrendű PET palackkal bánni.
Tehát csapvizet kell inni, ennek a csapvíznek jó minőségűnek kell lenni, és erre vigyázni kell, ezzel lehetőség szerint ne locsoljunk, használjuk arra, amire hivatott. A furt kutak pedig, amelyik jelentős nitrát-tartalommal rendelkeznek, ahogy az előbb mondottam volt, ő maradjon a konyhakertek locsolására, maradjon a járdák tisztítására, egyebek. Ennek minden feltétele megvan Majosházán. Nagyon fontos az, hogy például a házi vízmű rendszereket nem szabad összekötni a kommunális rendszerrel, mi ezt rendszeresen ellenőriztük, büntettünk is érte. Ugye régen sik volt, azt mondták, hogy ha persze majd, ha nem lesz víz, akkor majd megnyitom a csapot, és akkor majd a házi vízművemről fogom a vizet szolgáltatni. Sikerült ezt is helyre tenni, nincsenek összekapcsolva a rendszerek, önállóan működik. A beruházás keretén belül több kerülőágat sikerült építeni, az úgynevezett pangóvíznek a megszüntetését is sikerült megoldani, átmosatni a rendszert, tehát minden olyan probléma, ami egy jól működő, idézőjelben mondom, egy jól működő ivóvíz hálózatban az évtizedek alatt keletkezik, az most ennél a beruházásnál megszüntetésre került, és hát bátran mondhatom, hogy várjuk a jövőt, és reméljük, hogy ez a három kút, most már három független rendszer, a tisztítóművel, a tartályokkal, a vegyszeradagolóval, a szükségáramforrással, a számítógépes folyamatirányítással, a jelző rendszerrel együtt sikeresen fog működni a jövőben. A telep bemutatása után a művelődési házban tartottak a lakosság számára is tájékoztatást. Itt jelen volt és beszédet mondott Bóna Zoltán, a terület országgyűlési képviselője is. Ha őszintén akarunk lenni és visszatekintünk a múltba, és itt lokálisan gondolkodunk, akkor Kis Gábor polgármester úrral, a Majosházi közösséggel, önkormányzattal, Dunavarsánnyal, Taksonnyal, Szigetszent Mártonnal, Áporkával, Délegyházával hosszú-hosszú éveken keresztül vergődtünk víz- és szennyvízszolgáltatás tekintetében. Egy kicsit, aki részleteiben figyelte itt a térségi politikát, illetve a települések politikáját, az láthatta, érezhette, hogy ez volt a legnagyobb kihívás mind a hat önkormányzat irányába, illetve felé, ezzel kellett a legtöbbet megküzdenie. Én úgy gondolom, hogy egy jó úton haladunk. Most itt Majosházán egy újabb állomáshoz érkeztünk, ahol is Dunavarsány, Taksony, Szigetszent Márton után Majosházán is megújulhatott az ivóvíz szolgáltatás, törvényi kötelezettségnek is eleget téve, és a település teljes közösségének egészségét is figyelembe véve, ezért történtek úgy a finanszírozások a kormányzat részéről, az áfamentességet illetően, illetve az önerő támogatást illetően, amiről Kis Gábor polgármester úr is szólt, hogy igazából nagy dolog, hogy Majosházának, Majosháza önkormányzatának ez jelen állás szerint, most már a tényeket is látva, figyelembe véve, egy fillérjébe nem került. Egy új rendszer szolgáltatja a ivóvíz szolgáltatást, egy javuló rendszer szolgáltatja a szennyvíz szolgáltatást, amelynek egy fontos állomásához érkeztek a települések, hiszen zászlójukra tűzték, hogy néhány éven belül, reménység szerint mondhatjuk azt, hogy 2-3 éven belül, amit a Majosháziak kevésbé fognak érezni vagy látni, de a mindennapjaikat meg fogja azért határozni, hiszen nekik sem mindegy. A Dunavarsányi szennyvíz telep, annak a hat települések, amelyet már említettem, a szennyvízét fogadja, és megújításra fog kerülni, illetve felújításra fog kerülni. Szóval van feladat bőven, reméljük, hogy a városvezetések, a Dunavarsányi térsége önkormányzati szennyvíztársulás ezen az úton jól fog haladni. Én ebben természetesen teljes mellszélességgel leszek a települések mögött, és kívánom, hogy néhány év múlva a szennyvíztelep megújítását kapcsán is itt is, illetve Dunavarsányban is találkozunk. A pályázathoz kellett 10% önrész. Majosháza egy kis település kis költségvetéssel, ám abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az önrészre is sikeresen pályázhattak. Így a projekt teljes mértékben európai uniós, illetve állami pénzből valósulhatott meg.